Ján Oravec stábunknak is megerősítette, hogy igen, polgármesterjelöltként ismét indul az őszi önkormányzati választásokon. Indulok. Ahhoz képest, hogy tavaly a sajtónak úgy nyilatkozott, hogy befejezi, ez meglepő fordulat. S hogy ennek mi az oka? Történt valami, amiről most még nem szeretnék beszélni, de azt hiszem, hogy nagyon fontos lehet majd nem csak Parkának, hanem a régió életébe, és úgy láttam, hogy ez a valami bizonyos köröktől igencsak veszélyeztetve van. És akkor úgy döntöttem, hogy ezt én idézőjelben megvédem, és véghez szeretném vinni, és az a lépések, a bizonyos lépések már történtek. Ha már minden a helyén lesz, akkor nyíltan fogok nyilatkozni. Tehát tényleg nem azért van, hogy most én itt valami miatt úgy, csak úgy unalomból meggondoltam. Egy nagyon komoly beruházásról van szó, és sajnos azt kell mondanom, hogy vannak igencsak gancsoskodók, sőt, olyan körökbe, ahonnan inkább támogatást várna az ember. Hogy pontosan milyen beruházásról is van szó, és miért is döntött Ján Oravec úgy, hogy ennek ellenére mégis indul jelöltként, arról, mint közölte, időben tájékoztatja majd a lakosságot. Kilencedik alkalommal rendezték meg Párkányban az Aquafon projektet, amely mára az egyik legrangosabb, a minőségi kultúrát felvonultató művészeti fesztivállá vált a városban. A rendezvényt azon családok, rokonságok, baráti társaságok tiszteletére szervezik meg évről évre, akiket a múlt század 50-es éveiben a kommunista diktatúra örökre szétszakított egymástól, mert az államhatárok vasfüggönyként működtek, a bezártság, elszigeteltség pedig nem tette lehetővé, hogy természetes módon kommunikáljanak egymással, a Duna másik partjára szabadon átkelni pedig tilos volt. De az emberek még a legsötétebb években is megtalálták a módját a közeledésnek és a társalgásnak. Ha másképp nem, akkor a Duna partjára sétálva a folyón át üzentek a túlsó partra. A performance ötlete a párkányi származású, jelenleg Svájcban élő Frühauf Károly feleségétől, Hanneke Frühauftól ered, amelyet Alfred Zimmerlin és Markus Eichenberger zenészekkel tettek életre. Azóta minden esztendőben más-más irodalmi alkotás kel át a Dunán zenei kísérettel. Ezúttal a pozsonyi Michal Hvorecki művét hallgathatta meg a közönség magyar, szlovák, illetve német nyelven, klarinét és cselló kíséretében. Michal Hvorecki örömmel tett eleget a felkérésnek, már csak azért is, mert szerinte a Mária Valéria híd paradox módon nem csak Magyarországot és Szlovákiát köti össze szellemileg is európai módon, hanem a szlovákiai magyarok és a szlovákok barátságának és közeledésének példája is. Színes, változatos, tartalmas gyermeknapot rendeztek a Párkányi és Párkány környéki nebulók számára a város korzóján. A főképp fiatal családok körében népszerű rendezvényen a Megatánc idei évfolyamának legtehetségesebb és legsikeresebb versenyzői is felléptek, valamint a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola tanulói is. Idén sem hiányozhattak a különféle ügyességi, kreatív és személyiségfejlesztő játékok, a legkisebbeket pedig ugrálóvárral, lufikat varázsoló bohóccal, arcfestéssel és kifestőkkel is várták a rendezők. Kézügyességfejlesztő foglalkozások, rollerezés, célbadobás, csokievő verseny is szerepelt a palettán. Nem csak az időjárás volt kitűnő, hanem a hangulat is, az összegyűjtött pontszámokért pedig értékes díjakat sorsoltak ki a résztvevők között. Ezen kívül a mozi alkalmi mesefilmmel kedveskedett a gyermekközönségnek. A gyermeknap sikerét az is bizonyítja, hogy egy-egy stációnál hosszú sorok kígyóztak, de a sorbanállás sem szegte kedvét a sokadalomnak. Betölti szívemet.
Május 31-én rendezték meg a 15. Szent Orbán napi ünnepséget Garamkövesden. A helyszínre ellátogató vendégek a gazdag kultúrműsor mellett gasztronómiai élvezeteknek is hódolhattak. A sült kolbász, kürtős kalács, valamint a bográcsokban rotyogó gulyások illata az egész helyszínt átjárta, a borsátorban pedig a régió legfinomabb borait kóstolhatták meg az érdeklődők. A minden évben május végén, június elején megtartott úgynevezett falunap, a kocsmárosok és szőlőművesek patronusának ünnepe idén is Szent Misével kezdődött, amelyet, mint az ilyenkor lenni szokott, nem a község templomában, hanem az ünnepség helyszínéül szolgáló Szent Orbán Parkban felállított szabadtéri színpadon vezényelt le a község plébánosa. Délután 2 órakor a község polgármestere Elzer János köszöntötte az egybegyűlt vendégeket, majd kezdetét vette a folklórműsor.